ennek a túltolásnak köszönhető az, hogy ma már mondjuk pontosan tudja egy tizenéves lány, aki végigmegy az utcán, hogy nem oké, és nem kell elfogadnia, ha beszólnak neki, hogy hello, cica, van-e már gazdád. Pontosan tudja egy nő, igen, pontosan tudja egy nő, hogy nem oké az, hogyha nem tudom, a combjára csapnak, vagy a seggét dicsérik meg mondjuk a szakdolgozata helyett. Szóval, hogy adott olyan muníciót, meg egy olyan értkészletet, amit a Vera is mond, a nőknek a kezébe, meg a fejébe, meg a fiataloknak a kezébe, fejébe, amire meg szerintem óriási nagy szükség volt, és egy szemléletváltást is hozott szerintem. Tehát átkeretezett bizonyos viselkedési normákat, amire állati nagy szükség volt. De te pedig azt mondod, hogy ez ennek rohadtul sem értelme nem volt, mert egyenlőség nincs a világon, fogadjuk el. Az csak annyit fejez ki, hogy de jól nézel ki, cica, és akkor a cica azt érzi, hogy úristen, de jól néz ki. Most lehet, hogy a cica lealacsonyító, de van, akinek meg nem az. Van, aki meg imád cicúlni, és annak meg nem, ez nem lealacsonyító. Nekem inkább az érzésem van, hogy az egész feminizmus problematika mögött az húzódik, hogy a nők megbánták a szexuális forradalmat. Az van, hogy a szülőképes korú nőktől a mai napig megkérdezi a leendő munkáltató, hogy tervez-e a következő pár évben gyereket szülni, és ez bőven elég ok nekik arra, hogy azt mondják, hogy ha szülsz 26 évesen egy gyereket, 28-30 évesen, akkor azzal tulajdonképpen eléggé ellehetetleníted a saját karrieredet, és ezért történnek, hogy tulajdonképpen a család alapításnak nem lenne szabad, hogy karrierdöntés legyen, tehát nem kéne a nőket olyan helyzetbe hozni, hogy választaniuk kelljen, hiszen a férfiaknak, akik eléggé hasonló mértékben részesek azért a családalapítás kérdéskörben, nem kell hasonló áldozatokat meghozni, vagy csak nagyon ritkán. Hallatlanul mellékes, hogy lányom van, gyerekem van. Gyerekem van, és gyerekem van, és egy egészséges, pszichéjű felnőttet szeretnék nevelni belőle, aki történetesen lány. Jó, most majdnem elsírtam magam.